Nagy a nyüzsgés a rendőrségi sátornál. Kedden Nyíregyházi állomására érkezett a közlekedés biztonsági nap. Az egész hetes programsorozat minden nap más városban várja a gyerekeket, hogy játszva tanuljanak. A cél, hogy már fiatalon olyan szabályokat és biztonságtechnikai fogásokat sajátítsanak el, amelyek később megelőzhetik a baleseteket. Ez egy mérhetetlen szám, hogy hány balesetet sikerül elkerülnünk azáltal, hogy a gyerekek valamilyen ismeretet szereznek. Sosem fog kiderülni, hogy azért maradt el egy baleset, mert a gyerek megtanult itt mondjuk egy közlekedési szabályt, vagy a kerékpáros ügyességi pályán megtanult egy olyan biztonsági fogást a kerékpárral végrehajtani, ami egy baleset elkerüléséhez vezet, vagy pedig más miatt, de hát bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ehhez. Egyébként ez nem csak egy nap, hanem ez egy hét, ez a biztonság hete, ennek a nyíregyházi állomásán vagyunk most, de a megyében a héten minden nap valahol van valamilyen aktivitás, nem csak nyíregyházi gyerekek fontosak, hanem minden gyerek fontos a számunkra. Nem csak közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzési, baleset és tűzvédelmi szabályokat is tanulhatnak a gyerekek. Ezt a tudást a sátrakban különböző kvízek és totók kitöltésével tudják ellenőrizni. Amit már megtanultak itt a alapfokú iskolában, akár környezetvédelem, akár fizikaórán, tehát mondjuk mi az égés alapvető feltétele, ki vehet részt a tűzoltásban, oltóanyag ismeretekkel kapcsolatban, a víz oltó hatásával kapcsolatban. Aztán, amit ők is szoktak gyakorolni, például egy tűzriadó terv gyakoroltatás, egy kiürítési gyakorlat során, kire kell hallgatniuk például, nyilvánvalóan a pedagógus iránymutatása szerint kell, hogy végrehajtsák ezt a feladatot. Tehát ilyen jellegű kérdésekre kerestük a választ, és nagy többségében 100%-os tesztlapokat kapunk vissza. Népszerű volt a gyerekek körében a tűzvédelmi feladatok kipróbálása. Sokan tették fejükre a tűzoltó sisakot, vagy ültek fel a hatalmas rendőrmotorra, de a kerékpáros pályát is előszeretettel próbálták ki az általános iskolások.